Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetésünk nézőit. Nos, mióta a fehérvári sport, ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy szárnyalt, és most egy kicsit gödörbe kerültünk. Ennek ellenére azonban van egy szegmense a sportéletünknek, amely továbbra is rendkívül magas színvonalat képvisel. Az eddigiekhez hasonlóan egy beszélgetés következik egy olyan sportújságíróval, aki részese ennek a szárnyalásnak továbbra is természetesen, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a Somos Fivérek, Horog László, Siye Sándor és a többiek mellett Németh Zoltán az, aki mostanság az abszolút élvonalat képviseli ebben a sportújságírói szakmában, úgyhogy most kell, hogy beszélgessünk egy kicsit. Szervusz, Zoli! Szervusz, és köszöntöm a kedves nézőket! No, hát ez egy életút interjú, mert nagyon-nagyon fontos a kezdet, és én nagyon is jól tudom, hiszen, ha úgy tetszik, 2002 óta ismerjük egymást, idestova 20 esztendeje, hogy beléptél a Fehérvár Televízió akkori Jókai utcai épületébe, mint fiatal tehetség, aztán kiderült, hogy ez a tehetség most már ugye kiteljesedett mindenféle értelemben. Viszont tudnunk kell az indítatást, azokat a pillanatokat, amikor elmerültél a sportban, amikor elkezdted, és úgy gondoltad, hogy ez lesz a jövőd, ez lesz a hivatásod. Menjünk el seregélyesre a gyermekkorodba. Abszolút átlagos gyermekkor, átlagos sportos élményekkel, ugye édesapám abszolút nagy sportrajongó volt, tehát azért ugye akkoriban, 80-as évek végéről beszélünk, 90-es évek elejéről. Ugye akkoriban hát internet nem volt, ezt nem lehetett követni, nyilván televízió volt, amonnan sporthíreket be tudtál gyűjteni, és hát az akkori egyetlen sport napilap, ami nálunk ugye állandó vendég volt a konyhaasztalon, édesapám jó voltából, és nyilván én is folyamatosan nyomon követtem. Úgy utólag egyébként a szakközépiskolás barátaim, akikkel a mai napig nagyon szoros a kapcsolatunk, emlegetik, hogy a Németh Zoli volt az, aki ott a hátsó padban, hát ez bocsánatos bűn, és a fiatalok ne figyeljenek ide, mert az órákon tanulni kell, de mi azért nemzeti sportot olvastunk, vagy akkor még népsportot, és manapság fölemlegetik, hogy már akkor tudniuk kellett volna, hogy ez lesz az én pályám, mert én voltam az, aki az első betűtől az utolsó betűig kiolvasta. De az utolsó betűt azt úgy kell érteni, hogy a legutolsó sakkeredményt is én elolvastam. De nagyjából ennyi volt sokáig a sporttal a kapcsolat, nyilván hobbi szinten sportoltam én is, de nem volt semmi olyan még indítatás sem akkoriban, hogy ez legyen a munkám. Én állategészségügyi vonalon tanultam, állatorvosi célokkal, aztán gyorsan rá kellett jönnöm, hogy ez nem az én szakmám, és ott elindult egy ilyen útkeresés, nem igazán tudtam, hogy nekem merre visz majd az utam az életem. Helyes, az útkeresés időszaka az mindig fontos egy tinédzser életében. Idejekorán el kell döntenie, de az se baj, ha egy kicsit később itt van a te példád például, hiszen amikor úgy döntöttél, hogy mindenképpen a sporttal szándékozol foglalkozni, és kiderült az is, hogy azért a tehetség is megvan benned, nem csak a szorgalom, tehát ez kézenfogva járt, akkor azért már kinyílt a világ. De miként készültél erre? Igazából én ugye 25 éves voltam, amikor erre a pályára kerültem. Tehát mostani, mert nagyon sok pályatársamhoz képest későn jöttem erre. Nekem ez az útkeresés egy kicsit tovább tartott ilyen szempontból. Húztam az időt, tehát volt benne szándékos időhúzás is, amikor számomra világossá vált, hogy az állatorvosi pályánál nem fog működni, az nem az én utam. Nem tudtam, merre menjek, és akkoriban ugye kötelező sorkatonai szolgálat volt, és én bevállaltam, hogy én akkor most gyorsan, fiatalon ezt le tudom, nyerek egy évet, addig is valahogy ki kristályosodik, hogy merre. Aztán nem kristályosodott ki, elhelyezkedtem egy teljesen más ipari szakmában, amit viszont nagyon élveztem. Az sem el volt elhanyagolható tény, hogy nagyon jó anyagi biztonságot is adott, és ez egy kicsit elkényelmesedtem tőle, nem kerestem tovább, feladtam az útkeresést egy darabig aztán. Aztán rájöttem, hogy az sem az enyém, tehát még mindig nem voltam a helyemen, és úgy igazából jött maga az ötlet, hogy akkoriban én hobbi szinten elkezdtem különböző labdarúgó statisztikákat gyártani. Ugye hát az internet az még csak az a klasszikus betárcsázós történet volt, tehát nem volt olyan könnyű adatokhoz hozzájutni, de én elkezdtem különböző statisztikákat gyártani labdarúgó bajnokságokról, nem csak a magyarról, hanem franciáról, angolról, spanyolról, belgáról, és külön kiemelten az afrikai labdarúgásról, nekem nagy szívügyem és nagy szerelmem volt az afrikai foci, és pont egy ilyen statisztikát gyártottam le, amiről tudtam, hogy igazából az országban nem nagyon van több, mint amit én csinálok, és akkor jött azt, hogy miért nem foglalkozom ezzel.
És akkor döntöttél. Igen. A döntés felelőssége az rendkívüli, hiszen akkor már, ha úgy tetszik, 25 évesen, 24 évesen azért az fontos. Voltak céljaid? Voltak olyan példaképeid, akiket szerettél volna, ha ők is megnyilatkoztak ebben az ügyben, hogy neked itt van a helyed? Nem, kimondott példaképet nem tudnék mondani. Nagyon-nagyon sok olyan riporter, televíziós személyiség, újságíró volt, akire felnéztem, de kimondottan egy szemét nem tudnék mondani. Nagyon sok jó indítatásom volt, de nem volt egy olyan konkrétan, akire azt mondtam volna, hogy ő volt a nonpluszultra. Viszont nyilvánvaló a Komlósi Oktatási Stúdió az sokat segített a pályádon. Az biztos. Hiszen Komlósi Gábor egy rendkívüli személyiség volt, pedagógusnak talán jobb volt, mint sportújságírónak, mondom én, de én azt hiszem, hogy ott nagyon sokat lehetett tanulni. Ki volt a mestered? Sokan tartottak nekünk órát, én nagyon-nagyon szerettem szinte minden óraadómmal. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ez munka mellett ment, így ez nem egy, hogy mondjam, nappali képzéses oktatásról van szó. Általában hétvégén, szombat-vasárnap voltak az órák szinte egész nap, és hétköznap, de akkor is inkább délutánként. És ugye munka mellett jártam be, tehát azért voltak nagyon húzós dolgok, de már az elején éreztem, hogy mondjuk most vagyok én ott, ahol ott kell lennem. De hát elképesztő, tehát hogy én tátott szájjal. Érdekes, mert én nem kedveltem a tévén keresztül például néhány előadót, de ott, ahogy ott odajöttek és elmondták és elkezdtek órát tartani, elragadta az ember, tehát vitte. Gondolok itt például a fiatal Vujicic Rütkóra, aki nekem annyira nem volt szimpatikus személyiség, de viszont szakmailag elképesztően jó órákat adott. Tehát ez elkísér a máig? Persze. Ebből építkezni kell. Hogy van a sportágválasztás ilyenkor? Hiszen nyilvánvaló, hogy azért szeretted volna az indítatásként is azokat a sportágokat megismerni jobban, írni róla, tudósítani egy-egy mérkőzésről, versenyről, ami eddig is foglalkoztatott. Nyilván annyiból, hogy nagyon jó volt a még a sulira gondolsz egyébként, a Komlósi Oktatási Stúdióra? Hát a suli és az azt követő évek röviden. Ott nagyon jó lecke volt, és ez egy nagyon jó része szerintem a Komlósi Oktatási Stúdiónak. Nem tudom, hogy most is van-e még, de akkoriban volt. Kellett sportágvizsgát tenni, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag mint tételként húzták ki sportágakat, és a történetéről, a szabályrendszeréről, eredményeiről azért képbe kellett lenni. És gyakorlatilag most ezt jó értelemben mondom, hogy rá voltál kényszerítve, hogy megismerkedj az addigi komfortzónádon kívül eső sportágakkal is. És én például életemben először ott hallottam, nem is tudom mit mondjak, a curlingről mondjuk. Tehát nagyon sok olyan sportág bejött az én látó mezőmbe is, amiről mondjuk a nevét esetleg tudtam, de lövésem nem volt a szabályokról, a történetéről. És ott például ott rá voltál kényszerítve, hogy vizsgázat kellett belőle, hogy megtanulj alapvető szabályrendszereket. És amikor kikerültél már a szakmába, akkor ez nagyon-nagyon sokat segített. Világos. Rengeteget. Tehát nyilván mindenki szeretné az itthon szeretett látvány sportágakat csinálni. Tehát azért a sportriporterek nagy része a labdarúgásról álmodozik, hogy majd azt fog közvetíteni. Ebben hasonlítottam én is, hiszen kedvenc sportág volt. De nekem például nagyon korán bejött az életembe a kosárlabda. Én itt a Fejvár televízióban lettem nagy kosárlabda a szerelmes, meg kosárlabda fan. Addig nekem az kívül esett valahogy a látómezőn a kosárlabda. Aztán, hogy ide jöttem dolgozni, elkezdtem abban a sportágban elég sokat tevékenykedni, az például nagy szerelem lett nekem. Tehát 2002-t írunk immáron, ez 20 esztendeje volt, amikor megérkeztél. Én azt gondolom, hogy Székesfehérvár akkor is, ez ma is így van egyéb iránt, olyan tárháza egy fiatal sportriporternek, ami elképzelhetetlen más városban. Tehát amikor sportágválasztásról volt szó, nyilvánvaló, hogy a futball mellett a kosárlabda, a női kézilabda, a jégkorong, azok a csapatsportok, amelyek vonzottak téged. Így van. Érdekes egyébként maga az a történet, hogy a Fejvár televízió, illetve hogy egy televízió közelébe kerültem, mert én mindent szerettem volna csinálni, csak televíziózni nem. Tehát nekem az első számú vágyam a rádiózás volt, emellett szerettem írni, és a televízióval úgy voltam, hogy azt nem biztos, hogy nekem találták ki. Viszont egyszerűen nem volt, igazából nem jöttek ki úgy a lehetőségek. Valahol éppen nem volt lehetőség, hogy bekerüljek. Volt olyan hely, nem akarok mondani konkrétumot, mert nem akarok
már ebből bántó szándékkal kijönni, ahova hívtak, hogy menjek, de nem éreztem úgy, hogy tehát levegőnek éreztem magam, tehát mint ott sehettem volna. Nem éreztem, nem volt meg a komfort helyzet, és akkor az utolsó utáni volt a tényleg a Fehérvár Televízió, mert én a televíziózással úgy voltam, hogy ha nem muszáj, én azt nem csinálnám. Viszont ugye a Fehérvár Televízióban volt lehetőség gyakornokként elkezdeni dolgozni, de onnantól kezdve meg aztán azonnal szerelem. Tehát ez az útkeresés időszaka volt bizonyos értelemben. Gyakorlatilag az volt a megérkezés így már van. A Fehérvár Televízióban. De miért találtad meg a stílusodat? Hiszen azért mindenki stílusvadász a kezdetekkor. Hiszen tudjuk, hogy ez elkísér a máig. Bele kell kóstolni mindenbe, tehát tényleg ez így működik. Ez máshogy nem megy. Tehát szerintem nem, tehát senki nem tudja meghatározni a saját stílusát, vagy a saját útját, amíg rá nem lép igazából mindegyikre, és ki nem próbálja azt. Tehát én is nagyon sok sportágban voltam jégkorong meccsen, közvetítéseken, aztán rájöttem, hogy az nem az én sportágom, és mi a jégkoronggal olyan kellő tisztelettel, viszont kellő távolsággal is vagyunk egymástól, mert egyszerűen az nem az én sportágom. De ugyanígy az ellenkező példa volt nekem például a rögbi, Gyolcsos Feriék. Tehát én a rögbivel úgy voltam, hogy az nem az én sportágom, aztán nagyon-nagyon hosszú ideig leragadtam is, és nagyon sokáig nagyon szoros kapcsolatot álltam. Kerested egyébként az egyedit, a különlegeset, a kivételeset? Vagy pedig a bajnokság, egy-egy bajnokság folyamán mindegyik mérkőzés különleges, ha úgy tetszik? Én inkább az utóbbi. Tehát én az utóbbit mondom. Minden meccs más, minden összecsapás más, minden meccs szituáció más, sőt, alapvetően a sportban minden szituáció más és más. Minden szezon végén ugye megadatik minden csapatnak a megújulás, hiszen azért cserélődnek a játékos keretek, cserélődik a szakmai stáb. Ez a jó a sportban, hogy mindig egyfajta megújulást hoz az ember életében. Megváltozott a műsorvezetés struktúrája valamelyest, egyre több a bulvár. Viszont azt nagyon is jól tudjuk, hogy te a bulvár nélküliség híve voltál így mindig. Van. Ez tudatos volt? Egyszerűen nem érzem magaménak, tehát hogy így... Most ez nagyon, lehet, hogy nagyképűen hangzik, de én ezt vallom, hogy igenis az embernek figyelnie kell arra, hogy egy bizonyos szint fölött már nem menjen egy bizonyos szint alá. És a bulvár az nálam egy bizonyos szint alatt van, és én nem is vagyok hajlandó különösebben vele foglalkozni. Elfogadom és megértem, hogy az embereket érdekli, szeretik. Nyilván, ha olyan bulvár hír van például egy közvetítésben, amire én azt mondom, hogy ez az ízlésesség határán belül abszolút megosztható, elmondható, akkor ezt megosztom én is a hallgatókkal, de nem törekszem arra, hogy ez mindenképpen bekerüljön egy közvetítésbe, vagy egy cikkbe. Így van. Ez rendkívüli felelősség, hiszen te megélheted a bensőséges pillanatokat is, sikernél és kudarcnál egyaránt, amit a televíziónéző vagy az újságolvasó nem. Tehát azért van-e benned szurkolói attitűd? Van. Egyébként érdekes módon a szurkolói hozzáállást én nagyon jól Sipos Józsitól tanultam meg. Ugye volt korábbi főnökünk, a Fehérvár Televízió korábbi vezetőjétől, egykori kiváló sportriportertől. Ő mondta azt mindig, hogy ha helyi televíziónál dolgozol, vagy bármilyen helyi médiánál dolgozol, akkor próbálj tárgyilagos maradni akkor, amikor két magyar csapat találkozik. Mindig tudják, hogy te melyik várost képviseled az adott mérkőzésen, mondjuk egy Alba-Fehérvár körment kosárlabda meccsen, mindig tudják, hogy melyik a várost, vagy melyik csapatot képviseled, de ezt úgy tedd, hogy ne szurkoljál. Ha az adott csapat nemzetközi kupameccset játszik, és még egy külföldi ellenfélnél van, ott ez egy kicsit talán jobban kijöhet, úgymond a szurkolás, jobban kiemelhető, és én nagyjából így ennek a két dolognak a mentén próbáltam. Igen, hát mert a lokálpatrióta nem idióta, azt azért tudjuk, persze, még van, a szurkoló így van, sem. És ezt te vállalod? Én ezt vállalom, én azért is meséltem ezt el, mert én ezt így, én ebben hiszek. Nyilván mindenki, minden területen mindenkinek megvan a maga véleménye. Nekem ezen a területen ez. Mikor érezted úgy, hogy a sportnál maradva ugyan, de ideje tovább lépned? Gondolok itt elsősorban ugye az operatőrségre, illetve a saját vállalkozásodra, hiszen nyilvánvaló, hogy kilépni a biztosból, ez felszínesnek hangzik, de az mindig óriási kockázatot jelent. Én azt éreztem egy idő után, hogy egyszerűen kell a kés a vesémre. Tehát kell, hogy ott legyen egy nyomás az oldalamon, kell a teher rám, hogy rá legyek kényszerítve arra, hogy folyamatosan megújuljak. Nagyon nehéz, amit te mondtál az előbb is, az nagyon jó gondolatmenetet
kerítettünk ki belőle, hogy a sport azért a megújulás, de ugyanakkor mégis egy olyan városban vagyunk, ahol adottak a lehetőségek és adottak a keretek, ugyanígy igaz ez sportriporterként is. Tehát amikor nevezzük nevén a dolgot, amikor az 1234. kosárlabda meccs összefoglalódat csinálod, akkor már nehéz új dolgot belevinni. Nehéz benne megújulni, mert változnak az emberek, változik az eredmény, de alapvetően egy televíziós technika az ugyanaz marad, még hogyha mondjuk a bulvár belépésével, ahogy mondod, ez változik is. De én éreztem, hogy nekem most valami más kell, és 14 év után úgy döntöttem, hogy váltok, és akkor mentem el. Tehát megtanultál operatőrködni. Elkezdett volna, ez talán a legfontosabb a következő időszakból, mégpedig azért, hogy más a látványt megtervezni, és azt szakmaként művelni, méghozzá olyan szinten, hát nyilvánvaló, hogy olyan szinten kell, hogy az a közönség, ez nem a tiéd, a közönségé. Tehát ez nem a saját fiókodnak, vagy a saját képernyődnek készül. Ez így van. Én nem is mondanám magam operatőrnek, mert nagyon-nagyon messze vagyok én attól, hogy még ezt elmondhassam magamnak. Egyszerűen elkezdett érdekelni a képalkotás, elkezdett érdekelni a kamera túloldala, hogy átkerüljek oda, és nagyon tetszett, ahogy főleg sporttémában eleinte meg tudtam örökíteni olyan látásmódot, dolgokat, amire esetleg korábban nem gondoltam, hogy meg lehet. Nagyon-nagyon szerencsés voltam és vagyok, hogy több sportklub is látott benne fantáziát, amit én csináltam, és ezért felkértek, hogy külsősként dolgozzam nekik. Igazából ez volt az indítatás, ami miatt aztán én a Fejévár Televíziótól eljöttem 2016-ban, és azóta a saját vállalkozásomat csinálom. Azóta azért kipróbáltam most már úgy mást is, tehát most már egy kicsit a reklámfilmkészítésben is megmérettem magam. Vállalunk most már magán videózásokat, tehát gondolok itt akár esküvői filmek elkészítésére. Tehát egy kicsit úgy kinyílt a világ, és én most érzem úgy, hogy helyemen vagyok. Egyszerűen szükség volt arra, hogy én az egyik nap mondjuk sportot csináljak, ami az agyamnak mondjuk ezt a részét mozgatja meg, és másnap mondjuk egy esküvőn dolgozunk, ami az agyamnak ezt a részét mozgassa meg. Tehát, hogy annyira más és más, hogy segít napról napra megújulni és frissen tartani, fitten tartani. Ez nyilvánvaló, hogy erre szükséged is volt, hiszen amikor például elmentél Felcsútra a Puskás Akadémiához, akkor nyilvánvaló, hogy csak azzal lehetett és kellett foglalkoznod. Így van. Nyilván mélyebben megismerted a klub struktúráját, a beszámolók kapcsán oda tudtad tenni a saját tehetségedet, és így tovább, ugyanakkor mással nem foglalkozhattál. Így ez van. Ugyanígy volt a Videotonnál is. Így van. Tehát azért, hogy mikor kitágult a kör, mondom én, hogy most már ugye itt van neked a kosárlabda, megmaradt egy csomó minden más, akkor ez kicsit már olyan, mint ha a televíziózásban mindennel foglalkozol. Így van, így van. Ez megerősít téged? Igen, én ezt nagyon élvezem most. Nekem ez nagyon, nagyon kellett ez most, és nagyon is élvezem. Szerencsére visszajelzések olyanok, hogy van rá igény is. Úgyhogy igen, én most nekem most olyan kerek a világ egyébként. Egyébként a kedvenc sportjaid megmaradtak, vagy felfedeztél újakat is? Nem, alapvetően a hagyományosoknál maradtam, ugye hát nem titok, három klubnak dolgozom most folyamatos rendszerességgel, labdarúgás, kosárlabda és női kézilabda területen, úgyhogy igazából azok úgy megmaradtak. Nem, olyan újabbak most nagyon nincsenek egyébként, mondjuk egyszer el kell mennem curlingezni, tehát a curling az, amit ki kell próbálnom egyszer, az biztos. Világos. De még közvetítés szintjén is kipróbálnám, arra nagyon nagy az indítatás, csak arra meg ugye itthon kicsit kevesebb lehetőség van. Amikor kiválasztottál, tehát az Albafehérvár kosárlabda csapatról beszélünk, az Albafehérvár női kézilabda csapat, és ugye ott van a futball, akkor az felelősséges is, hiszen te velük élsz, és mindent tudsz róluk. Hogyan tudsz megújulni? Kell-e megújulni? Hiszen folytonosan változik a helyzet. Ahogy bevezettem ezt az egész műsort, hogy hát bizony eddig hozzászoktunk, hogy a Bajnokok Városa a Székesfehérvár, most ettől nagyon távol állunk. Most egy kicsit, igen, de én azért annyira nem aggódom emiatt egyébként. Tehát, hogy persze nyilván nem jó dolog, hogy most éppen nem a bajnoki címért küzd egyik csapat sem, de volt nyilván, hogy te is mondtad, ennek ellentétje, amikor ugye éppen a Vidi volt bajnok, vagy a kézislányok voltak, AF Kupa győztesek, vagy az Alba nyerte a bajnoki címeket. De ez is olyan, mint az élet minden területe, hogy hullámzik. Tehát valamikor az ember a hullám tetején van, valamikor a hullám alján. Most egy picit talán sikertelenebb ez az időszak, de én azért abszolút nem temetem a fehérvári sportot, tehát lesz itt még szerintem bőven ok az ünneplésre majd. Nagyon-nagyon fontos dolgokat mondasz ebben az értelemben, mert hogy
ugye tovább kell lépni. Viszont egy kicsit menjünk vissza a múltba. Azok az élmények elkísérnek, amelyeket a pályát kezdete óta megéltél? Vannak-e olyan sportolók, akikre különösen figyelsz, mert egy kicsit mások? Tudjuk, hogy egy élsportoló mindig más. Persze, abszolút, abszolút. Hát én nagyon-nagyon kedves szívvel gondolok vissza, rengeteg olyan sportolóval, akivel együtt dolgozhattam, vagy éppen interjút. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy az első televíziós interjúját nekem adta Hanga Ádám például, ami ráadásul egy emlékezetes interjú volt több okból is. Én nagyon-nagyon kedvelem olyan fehérvári sportolókat, akik talán nem voltak annyira reflektorfényben, de mégis nagyon szép pályát futottak be. Most éppen valamelyik nap egy cikkemhez kértem fényképeket egy elképesztően tehetséges és nagy hazai ívet befutott atléta hölgytől, Babos Ritától, aki ugye hármasugrásban és különböző ugrószámokban is elképesztő mennyiségű magyar bajnoki címet begyűjtött. Most a természetfotózás és a madárfotózás egyik nagy hobbija, és egy cikkemhez tőle kértem például fotót. Én nagyon-nagyon becsülöm azokat, akik azokat a sportolókat, akik az aktív sportolói pályafutásuk után is ugyanolyan elánnal és lendülettel tudnak az életben megújulni, ahogy megújultak mondjuk a pályán. Én nagyon-nagyon jó a kapcsolatom a kézilabdázó lányok közül nagyon sokkal, akik már nem itt játszik, a mai napig, ha találkozunk, nagyon jól elsztorizgatunk. Rengeteg nevet tudnék mondani, és nem akarok nagyon kihagyni senkit. Nagyon jó szívvel gondolok vissza a 2010-es évek elejé videótonra, dr. Mezei Györgyféle gárdára, ahol talán még az utolsó olyan garnitúra volt, amikor nem feltétlenül fő cél volt a nyugati klubok utánzása és az ottani profizmus átvétele. Ez már benne volt a levegőben, de megvolt mégis az a családias légkör Sándor Györggyel. Most például együtt dolgozom ugye a másik csapatomnál Vaskó Tamással, aki itt a videótonban szintén játszott, mai napig felemlegetjük azt a csapatot. Tehát, hogy így nagyon-nagyon sok igen szép emlék van. Elképesztő emlék, és a mai fiatalok nem tudják elképzelni, milyen egy kézlabda mérkőzés egy jégkorong csarnokban, amikor a Kornexiako Ázsmi volt, megnyerte az EHF kupát, hogy ott az micsoda háttérharcok zajlottak. Tehát most nem mondom, hogy kit, de a szünetben egy vezető beosztás, vagy a sportágban vezető beosztásban dolgozó úriembert konkrétan a hiúságára építve nekünk kellett Zsidai Ádám operatőr kollégánkkal feltartanunk a szünetben, egy soha adásban nem kerülő interjúval, hogy ne menjen be az öltözőbe, a játékvezetők öltözőjébe, és ne próbáljon egy picit befolyásolni őket, hogy ne a Kornexi nyerje meg. Érdekes. Tehát elképesztő történetek vannak az ember tartsájában, de nyilván, mivel még azért itt ismertek a főszereplők, nem feltétlenül osztja meg mindet szívesen, de ilyen történeteket, ilyen emlékeket nem hagyhat a hátam előtt az ember. Egyértelmű, majd azért kíváncsi vagyok, hogy megírod-e egyszer. Majd egyszer biztos, jó. Igen. Viszont beszéljünk a jövőképedről, hiszen nyilvánvaló, hogy van egy gyermeked, aki már nődögél. Így van. Tehát ő a jövő mindenképpen, de a saját jövőddel miként látod most? Hiszen látjuk, hogy felgyorsult a világ, napról napra változik a helyzet. Az nyilvánvaló, hogy a sportriportert, a sportújságírót ez ilyen értelemben nem akadályozza soha, de azért van-e határozott jövőképed? Nagyon jó a kérdés, és nagyon jókor tetted fel. Gyakorlatilag visszatértünk oda, ahonnan elindultunk, az útkereséshez. Ez az operatőrös, képalkotós világ nagyon megfelgyorsult, a világ más részeivel együtt, ahogy te mondtad, de ez a része szerintem pláne, és nagyon-nagyon eltolódott a fiatalok felé. Főleg a különböző kreatív munkák területén, nem titok, én most voltam 45 éves, nálam 20 éve fiatalabbakkal futok versenyt. És nem vagyok benne biztos, hogy én nagyon sokáig már versenyt akarok futni az élet ezen területén. Nem tudom, én most ilyen pillanatban azt mondom, hogy építem a vállalkozást, meglátjuk, hogy az elkövetkező 4-5 évben hova fog ez kijutni, hova fog kicsúcsosodni, és annak a fényében fogok dönteni, hogy vagy befejezem, és az életi teljesen más területére fogok központosítani, vagy pedig nyilván azt építem tovább. Ezt meglátjuk. Ezért most nem tudok ennél konkrétabb választ adni egyelőre. A sportújságírás, a sportszerelem az mindig megmarad. Ha van igény, hogy sportújságíróként valahol én dolgozzak, és van igény arra, amit én át tudok adni, akkor azt nagyon szívesen csinálom. Most például van megkeresés több könyv írására is, meglátjuk ezt a részét is,
akkor azt meglátjuk, de maga ez a kreatív filmkészítés, filmgyártás, ez nagyon a fiatalok szakmája lett, és nem vagyok benne biztos, hogy hosszú távon nekem itt már versenyt kell futnom velük. Megértelek. Én minden esetre akkor várom a könyveket, és köszönöm, hogy itt voltál velünk, és én hajrá, egyértelmű. Figyelünk rá, figyelünk egymásra, és ez így van rendjén. Köszönöm, Zolika. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Németh Zoltán volt, a kiváló sportújságíró. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!